Nagy László törzsőrmester vagyok, a Katonai Rendészeti Ezred kiképzési főnökség beosztott altisztje. Gyerekkorom óta a harcművészetekkel foglalkozok, illetve a sport az életem, az tölti ki az életem legnagyobb részét, így olyan jellegű munkát szerettem volna választani, ahol a sport dominál. Ha meg akarjuk érteni a karatét, közelebb akarunk kerülni hozzá, szeretnénk azt, hogyha a lelkünk és a testünk mégis egyé váljon ezzel a mozgásrendszerrel, elengedhetetlen az, hogy tanuljuk a japán történelmet, a kultúrát, a japán embereknek a gondolkozásmódját, és nem utolsó sorban a buddhizmust, illetve a nyelvet. A legelső japán utam 2006-ban történt. Ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra, mert 21 néhány éves fejjel felvettem egy táskát, és gyakorlatilag teljesen egyedül mentem ki. Akkor egy másfél-két hónapos, ha jól emlékszem, két hónapos tartózkodás volt. Egy belső tanítvány programban vettem részt, egy ilyen aikido uchidesi programban, amikor is megtanultam és megtapasztaltam mindazt, azokat a dolgokat, amit összefüggésbe hozhatunk a Magyar Honvédséggel is, mint például a aláfölé rendeltséget. 2008-ban és 2010-ben egy nagyobb lélegzetvételű utam volt, mert ez már 3-3 hónapos volt. Ekkor már a fő csapás iránya a karate volt. Volt lehetőségem nagyon sok dojóba elmenni, az oktatási rendszert tanulmányozni, ahogy a gyerekeket oktatják a japánok, illetve a Sōhoku dojóba is, a központi dojóba is volt nagyon sok alkalom, amikor eljártam és fantasztikus mesterektől tudtam tanulni. Mivel a kadét program célja a toborzás, ezért úgy gondolom, hogy megtaláltam a honvédségen belül a számításaimat. Próbálom a tradicionális karatét átadni. Olyan módszerekkel, amit kint tanulmányoztam. Nyilván az elsődleges célom az, hogy megszeressék a kadétok, megszeressék a civil tanítványaim ezt a harcművészetet, ezt a mozgásrendszert, de mégis beleteszem a szigort, a határozottságot, amivel szépen fokozatosan ránevelem a fiatalokat erre, hogy ez természetessé váljon nekik. Ezáltal a kadétok majd, ha esetlegesen a Magyar Honvédség kötelékeibe szeretnének tartozni, akkor nem lesz majd később olyan jellegű probléma, mint hogyha esetleg egy civil személy jönne, és ő küzdene meg ezzel a aláfölé rendeltséggel például. Konfúciusz azt mondta, hogy keress olyan munkát, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgozni. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ebben az állapotban vagyok.